Sziasztok, Robin vagyok, és bemutatnám a PlayStation 2 játék gyűjteményemet. Íme az első, Crash Tag Team Racing. Yeah! Úgyhogy ez ilyen versenyzős, Crash Bandicoot versenyzős játéka, de lehet, hogy nem csak versenyezni lehet, hanem még lehet, hogy lehet mászkálgatni is ide-oda. De minden esetre ez egy nagyon jó játék. Játszottam is vele, és nem csak én, hanem unokaöcseimmel is, és nagyon élvezték. Ugratni is lehetett bőven, ugyebár nitróval, mindennel. És ugye itt láthatjátok, hogy milyen fegyverek is vannak, mert ugye lehet lövöldözni is. Itt van. És akkor jöhet a következő játék. Ugyancsak Crash Bandicoot-os, csak ez nem autóversenyzős, Platinum verzió, hanem ilyen mászkálós. De azért lehet vezetni is benne, ahogy látjátok. Íme. Még nem nagyon próbáltam ki, csak egy pindurkát. Sajnos ennek nincs leírása, de ki lehet találni, hogy mivel lehet ugrani, vagy mászkálni, stb. Stb. Na. Jöjjön a harmadik játék, ami ugyancsak Crash Bandicoot játék. És itt láthatjátok, hogy nem is magyar, nem is angolul van, hanem németül. De az nem tart vissza minket. A játék az ugyanolyan mászkálós lehet, és ugye van leírása is. Ilyen kis füzetecske. Crash of the Titans. És ugye itt németül van. Szerintem ott vannak a karakterek, karakterlista. És ugye itt láthatjátok így németül. És itt van Spyro, a sárkány. Németül van a leírás is, de semmi gond. Ugyanúgy mászkálós. Van megjelent PlayStation 2-n egy olyan, hogy Cartoon Network Racing. A Cartoon Network karaktereknek, rajzfilm karaktereknek a versenye. Itt ugye benne van, ahogy látjátok, Powerpuff Girls, Dexter is benne van. És szerintem még a Cow and Chicken, ugyebár. Boci és csirke, vagy csirke és boci. Ahogy látjátok, ott van a csirke. Na és akkor lássunk is neki, hogy ott a csirke. Úgyhogy azok is benne vannak. Ez egy nagyon jó pufa. És ott vannak a karakterek is. Ott van a boci. Ott. Itt van. Úgyhogy ezekkel versenyezni, hát ez valami fantasztikus volt, és röhelyes. Úgyhogy akinek ugye van PlayStation-je, még PlayStation 2-je, azt érdemes ezt a játékot megvásárolni, mert hát könnyesen röhögtem magam szó szerint. Na és van egy platinumos Spyro.
A sárkány. Szerintem ez volt az első, platinumos, és ez is egy ilyen mászkálós játék. Ilyen háromdimenziós mászkálós, de volt, amikor ilyen ügyességi gondolkodni is kellett, hogy hova is mászunk, vagy ugorjunk, vagy repüljünk Spiróval, vagy ilyen rejtvényes dolgok is voltak benne. Vannak most is. És ugye, hogy a karaktereket hogyan kell irányítani, az itt megtalálhatóak. Lehet tankot irányítani, UFO-t, és még mi egymást. Nem mentem végig fullosan, de viszont amit ezzel játszottam, az nagyon jó volt, és imádtam. Jó, és itt van Universal Mediteria. És itt van a Crash Nitro Kart. Ez nincs is meg. Lehet, hogy ezt is meg kell vásároljam. Na, de nagyon jó. És az utolsó játék az egy autóversenyzős, méghozzá Gran Turismo Concept. The Real Driving Simulator 2002-es Tokyo Geneva. És itt vannak ilyen autók voltak. És ahogy látjátok, drive over több mint 100 féle autót lehet vezetni ebben. És hát ez nagyon tetszett nekem. Bár a Gran Turismo az olyan játék, amiben azért jóval az több száz autó közül lehet választani. Itt csak kicsivel több, mint százat, de kevesebb, mint 200-at. Igen. És ott van fönt pár autó, amit itt láthattok. Mini Moristól megkezdve minden más ilyen full extrás autókat. És itt ilyen volt a memóriakártya. Volt azért nem csak 8 megabájtos, hanem 12, meg egy kicsit több is. Vagy most így nem nagyon emlékszem, mert ez már régen volt. Szerintem volt még 4 megabájtos is. Na, úgyhogy ez lett volna így a következő 6 játék, amit így bemutattam, ugye a PlayStation játékgyűjteményemből, és ezt így bemutatom, hogy ezek voltak így. Crash Bandicoot játékok. Imádom. Na és remélem tetszett nektek így ez a játékgyűjtemény bemutatós videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!